Köszöntöm Önöket, ez a Kék Lámpások júliusi adása. Mutatom, hogy mi lesz a mai műsorban. Négybetörő rácsok mögött van, egy nem hagyhatja el a lakhelyét, egy másik társuk pedig házi őrizetbe került. Döntött a bírósága nemrégiben elfogott bűnbanda sorsáról. Hátul a kerítésen átmásztak, kertbe bejöttek, itt be, és itt. Ezt törték föl. Hát elég durván a férjem összeszegecselte ugyan, de nem látszik semmi. Ez a nyoma, az árulkodó, ez a pici. A hátsó udvarból érkeztek a hivatlan vendégek a Dinyési asszonyházába még decemberben. Olyan szinten fölforgatták a lakást, a szekrényekből így kikotorva minden, a varrós dobozon kiborítva, és összekotorászva, hogy én sírógörcsöt csak kaptam, amikor megláttam. Volt egy Freddy légszerem, amit születésnapomra kaptam, még egyszer sem volt rajtam, természetesen azt is elvittem. Gyönyörű, szép, szkarabeuszos medállal. A teraszajtót feltörték a tettesek, majd módszeresen átkutatták az épületet. Pénzt kerestek, de itt arra nem bukkantak. Látszott, hogy alul kezdték, és szépen mentek fölfele módszeresen. A család összeség szerét azonban ellopták a tolvajok. Teljes felfordulás, mindent kikotoráztak a szekrényekből, mindent kiborogattak, mindent módszeresen átkutattak. Sokkoló volt a látvány. Nem ez a család volt az egyetlen, akiket kifosztott a banda. A tolvajok Szabadegyházán, Móron, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Agárdon, Gárdonyban, Nadapon és Pest megyében is garázdálkodtak. Felfigyeltünk egy csoportnak a tevékenységére, akik főként lakásbetörésekkel foglalkoztak. Kiterjedt csoportról van szó, Szabadegyházáról indult ki ez a bűnözői csoport. Megállapítottuk, hogy rokoni kapcsolatokkal rendelkeznek Móron, Dunaújvárosban, és később elemzések összekapcsolták Pest megyei rokonokkal is a csoportot. Azt láttuk, hogy a tevékenységük kiterjedt több rendőrkapitányság területére. A folyamatos értékelemző munka során eljutottunk odáig a nyomozásban, hogy ezeket a személyeket tudtuk napi szinten ellenőrizni, és láttuk, hogy a tevékenységük bűnszövetségben elkövetett bűncselekményekről szól. A csapat tagjai nagyjából mindig ugyanúgy dolgoztak, kifigyelték a sértettek szokásait, és amikor a tulajdonosok nem voltak otthon, betörtek a családi házakba, és azokból készpénzt, ékszereket loptak el. Általában egyszerre folyamatosan 4-5 betörést terveztek, amiből 1-2-t végrehajtottak, és volt olyan lakás, amit még a mai napig nem támadtak, viszont annak a szervezés az folyamatosan lejött nekünk a feldolgozások során. Ebből állapítottuk meg azt, hogy milyen módszerrel szerzik meg a lakásoknak a címeit. Itt segítettek ugye a rokonok, illetve hozzátartozók, ismerősök, illetve még itt azt elmondhatom, hogy a lakosok, illetve az állampolgárok hiszékenységét is felhasználták, mert nagyon sokan elmondják azt, hogy hova mennek nyaralni, mennyi ideig lesznek távol. A kár a nyomozás eddigi adatai szerint elérheti a 10 millió forintot. Általában dolog elleni erőszakos elkövetések voltak, telephelyeket is, magánlakásokat érintettek a betörések, feszítéssel hatoltak be általában az ingatlanokba, ajtóbefeszítéssel, ehhez eszközöket használtak, nem egy olyan helyszínük van, ahol a szomszédban lévő házból hoznak olyan eszközt, amivel utána a betörést elkövetik, jobbára készpénzre és ékszerre szakosodtak, tehát az azonnal mozdítható és megtartható értékeket kedvelték. Jelenleg 11 olyan eljárás van, amivel gyanúsítottuk az elkövetőket. Ami érdekességként megemlíthető, hogy nem csak betörésekkel foglalkoztak, a csoportnak egy fehérvári része, két fő gépjármű feltöréseket is követett el. A gépjármű feltöréseknek pedig az volt a
módszere, hogy sérülésmentesen, roncsolásmentesen nyitották eszközökkel a gépkocsikat, majd ezt követően a gépkocsiban talált értékeket tulajdonították el. A rendőrök hónapokig figyelték, követték és le is hallgatták a feltételezett tetteseket, egészen addig, amíg elég bizonyítékot gyűjtöttek ellenük. Kiderült, a csapattagokat nem csak a bűncselekmények, hanem rokoni szálak is egymáshoz kötik. Első lépcsőben csak azokat a személyeket kezdtük el vizsgálni, akik konkrétan mondjuk egy településhez köthetően követtek el bűncselekményt, és ahogy haladtunk előre a nyomozásban is láttuk azt, hogy több települést is érint az elkövetés, kezdtük látni azt, hogy segítők kellenek az elkövetéshez, tehát a helyi viszonyok, illetve helyismeret szükséges volt az elkövetésekhez, és itt jöttünk arra rá, hogy nagyon sok esetben olyan tippeket kapnak rokonoktól, ismerősöktől, amit aztán felhasználnak az elkövetésekhez, és itt kapcsolódott be a személyeknek az ellenőrzése során, hogy olyan elkövető társakat is használnak, akik más településekről jönnek össze. Ezeket a személyeket, ahogy ellenőriztük, egyértelműen kiderült az, hogy rokoni szálak is összefűtik kötik a kört. Egy időben 70 rendőr részvételével tucatnyi helyszínen ütöttek rajta a betörőkön. A Fejér megyei, Pest megyei és a gárdonyi rendőrök 9 gyanúsítottat állítottak elő a kapitányságra. Pest és Fejér megye együttműködésében hajtottuk végre az akciót, melyben közel 70 rendőr vett részt. Az elfogásokat követően 9 főt állítottunk elő a gárdonyi rendőrkapitányságra. A gyanúsítottakat kihallgattuk. Részben volt, aki beismerő vallomást is tett, illetve olyan tárgyakat, eszközöket is találtunk a házkutatások során, amik a mi gyanunkat megerősítik. A gyanúsítottak közül 4 előzetes letartóztatásba kerültek. A vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt már többszörösen büntetett előéletű a bűncselekményeket, ezek elkövetésére szervezett csoport tagjaként, sorozat jelleggel elkövető gyanúsítottak esetében a bíróság úgy ítélte meg, hogy fennáll a bűnismétlésnek a veszélye. Másrészt a bíróság álláspontja szerint az ő esetükben alaposan tartani lehet attól, hogy szabad lábon maradva a tanuknak a befolyásolásával, társaikkal való összebeszéléssel a bizonyítást meghiúsítanák. A bíróság egy gyanúsított esetében házi őrizetet rendelt el, míg másik társuk lakhellyel hagyási tilalom alá került, a többiek szabad lábon védekezhetnek. Azon gyanúsított esetében, akivel szemben házi őrizet elrendelésére került sor, a bíróság úgy ítélte meg, hogy fennáll ugyan mind a bűnismétlés, mind a bizonyítás meghiúsításának veszélye, azonban az nem olyan fokú, amely a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését tenné szükségessé. Azon gyanúsított esetében pedig, akivel szemben csupán egy rendbeli bűncselekmény képezi az alapos gyanú tárgyát, a bíróság álláspontja szerint a bizonyítás meghiúsításának a veszélye nem áll fenn. A bűnismétlés veszélye az ő esetében fennáll ugyan, azonban ez olyan fokú, hogy a legenyhébb kényszerintézkedés elrendelésével is kiküszöbölhető. A bűnbanda profiljába az autófeltörések is beletartoztak. A tettesek úgy loptak a kiszemelt kocsikból, hogy a tulajdonosok nem is vették észre, hogy valaki kinyitotta az ajtót, nyom nélkül dolgoztak. Letartóztatta a bíróság azt a 2 férfit, akit kábítószer terjesztéssel gyanúsítanak. A rendőrség eddigi adatai szerint a férfiak a József Attila kollégiumnál árulták a drogot. A rendőrök egyébként nagy mennyiségű kábítószer gyanús anyagot foglaltak le tőlük. Rendőrségi autóval egyesével hozták a 2 gyanúsítottat a bíróságra. 500 darab tabletta, 200 g-nyi fehér por és más, szintén nagy mennyiségű kábítószer gyanús anyag került elő ennek a férfinek az autójából pénteken. A dílert akkor igazoltatták a rendőrök, amikor itt a József Attila kollégiumnál árulta a drogot. Munkatársaim pénteken ellenőrizték azt a 2 férfit, akiktől igazoltatásukkor kábítószer gyanús anyagok kerültek elő. Kollégáim mindkét férfit elfogták, a rendőrkapitányságra előállították, majd a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A
A gyanúsítottakat a bíróság letartóztatta. A határozatok ellen a védők fellebbeztek, így azok nem jogerősek. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság folytat nyomozást kábítószerkereskedelem bűntette miatt a két gyanúsítottal szemben. Az alapos gyanú szerint a gyanúsítottak egyike 2018. június 29-én egy székesfehérvári középiskola kollégiuma előtt jelentős mennyiségű kábítószert értékesített a gyanúsított társának, akitől az, valamint további kábítószergyanús anyag került lefoglalásra. A kábítószert értékesítő személytől pedig szintén további kábítószer került lefoglalásra. A Székesfehérvári Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon tartott ülésen mindkét gyanúsítottnak a letartóztatását elrendelte. A kényszerintézkedés oka egyrészt az, hogy a kiemelkedő tárgyi súlyú törvényi fenyegetettségű bűncselekményt elkövető gyanúsítottakkal szemben fennáll a szökés elrejtőzés veszélye. Másrészt a nyomozási bíró álláspontja szerint alaposan lehet tartani attól, hogy a gyanúsítottak szabad lábon maradva bizonyítékoknak a megsemmisítésével, elrejtésével a bizonyítást veszélyeztetnék, illetőleg az eljárás tárgyát képező bűncselekményt tovább folytatnák. A végzés egyik gyanúsított esetében sem jogerős, azzal szemben az egyik gyanúsított, valamint a védők jelentettek be fellebbezést enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében. Akkora mennyiségű kábítószergyanús anyag volt a gyanúsítottak kocsijában, hogy az ügyben nem a városi, hanem a megyei rendőrség nyomoz. Ha a bíróságon bebizonyosodik, hogy a tettesek árulták a drogot, akár 20 évnyi börtönbüntetést is kaphatnak. A biciklisek és a gyalogosok a közlekedés legsérülékenyebb résztvevői, éppen ezért a rendőrség most fokozott ellenőrzési akcióba kezdett. Ezen túl ezekben a hónapokban, hetekben bárki számíthat arra, hogy akár gyalogosan, akár kerékpárral közlekedik, megállíthatják az egyenruhások őket. A belvárosba tilos kerékpárral behajtani, mégis sokan megszegték ezt a szabályt kedden délután. Aki pedig így tett, azt a rendőrök megállították, és bár ezúttal nem bírság voltak, felhívták a figyelmet a legfontosabb szabályokra. Meglepődtem, mert igazából nem nagyon szoktam betartani ezeket a szabályokat, mert sietek, de ezt befogom. Ez a férfi azt mondja, őt még soha nem igazoltatták, de nagy szükség van a hasonló ellenőrzésekre. A szabályokat próbálják betartatni, azt én csak helyeslem. Hát a betartatás módját nem ismerem, hogy milyen, de hát ha szólnak, hogy mihez kell tartani magukat, akkor az helyes. Hát olyan dolgokkal találkozik az ember, ami megdöbbentő, szóval akár a közlekedésben, akár a gyalogos, tehát gépkocsi közlekedésben, gyalogos forgalomban is. Elképesztő dolgok vannak. A balesetek okozói leggyakrabban a gyalogosok és a biciklisek. Az ő védelmükben dolgozta ki a Fejér megyei rendőrfőkapitányság azt az akciót, melynek során rendszeresen ellenőriznek majd. A cél, hogy felhívják a figyelmet a szabálykövető magatartásra. Nem az a cél, hogy büntessünk, bár egy idő után a szankciók sajnos elkerülhetetlenek, de jobb az, hogyha megelőzzük ezeket a dolgokat, mintha már egy balesetnél találkozunk egy-egy kerékpárossal vagy gyalogossal, pláne hogyha kiderül, hogy olyan jogszabály nem követő magatartás miatt következett be, ami nagyon könnyen és egyszerűen meg lehetne oldani, például odafigyeléssel, a jogszabályok betartásával, hiszen az a legnagyobb probléma, hogy ahogy megfigyeltük, és van egy ilyen kis belső dolog, amit utána néztem, hogy az okozók közül nagyon sokak rendelkeznek vezetői engedéllyel. Én azt nem értem, miért felejtik el azt a tudást, amit ugye a vezetői engedély megszereztek, amikor kerékpárra ülnek. Tudomásul kell venni, hogy a kerékpár azért veszélyes üzem tud lenni. Ennek az akciónak nem csak az a lényeg, hogy büntessünk, ismét mondom, hanem hogy felhívjuk a figyelmet a szabálykövető magatartásra. És nem azért kell betartani a szabályokat, mert ott a rendőr, hanem azért, mert ez mindenkinek a jó bevált érdeke. Egyéb iránt a közlekedési szabálysértések közül ugye a járdán történő kerékpározás, a kijelölt gyalogos átkelőhelyen történő kerékpárral áthaladás,
illetve a világító jelzőberendezések szinte teljes hiánya egy-két kerékpáron, a járművek műszaki állapota, illetve bizonyos szinten a személyszállítás, tehát igenis tudomásul kell venni, hogy kerékpárral 16 évet betöltött személy szállíthat, egy 10 évet be nem töltött szemét a kerékpáron a gyerekülésen. Tehát amikor a csomagtartóra feltesszük a tesónkat, a gyerekünket, vagy a barátunkat, az egyrészt balesetveszélyes, hiszen ebben az esetben a kerékpárnak a műszaki tulajdonságai jelentősen megváltoznak, másrészt pedig szabálytalan. Ugye, és ezen kívül még fokozottan figyelni kell, ugye itt a kerékpár vezetésre, ugye a befolyásolt állapotban nagyon kemény dolog tud lenni, amikor egy kerékpáros a közúti forgalomban úgy vesz részt, hogy annyira befolyásolt állapotban van, hogy szinte azt sem tudja, hogy most merre van az előre, és innentől kezdve már is potenciális balesetveszély. Az akció során az egyenruhások mindkét esetben figyelik majd az átkelés és a közlekedés módját, a bicikliseknek pedig számítaniuk kell arra is, hogy a járműveik világító és jelző berendezéseit, műszaki állapotát, a tartozékok helyes használatát is ellenőrizhetik. Az akció 2019. június 30-áig tart. Renk és boszorkánya a legjobb a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon ebben az esztendőben is. A rendőrök munkáját segítő négylábúakat díjazták. Fejér megyében egyébként összesen nagyjából 20 kutya teljesít szolgálatot. Renk harapós kutya. Arra képezték, hogy megvédje gazdáját és olvasni tudjon a nyomok között. Éppen úgy, ahogy gazdája Izsányi Tibor komolyan veszi a munkát. 136 eredményes nyomkövetéssel segítette a munkát, ebből 27 esetben egészen az elkövetőig vezette a gazdáját. Több esetben eltűnt szemét is megtalált, emiatt érdemelte ki az elismerést. Ő úgy dolgozik, hogy az élete a munka, és ez bármi áron meg is fogja csinálni. Tehát mint minden kutya a megyébe, ismerem az összeset, és elmondhatom azt, hogy az enyém is, és a többieké is képes arra, hogy amíg a feladat tart, addig megy, és teljesen mindegy, milyen időjárás, vagy milyen nehezítő körülmények vannak, a vezetőjét megvédi, illetve a rábízott feladatokat, az enyém például nyomkövetésben azt végrehajtja. Egy család életben teljesen máshogy viselkedik, mint a szolgálatban. Ugye nálunk nőtt fel gyerekek között, feleségemmel és velem, de tehát már kölyök kora óta benne volt ez, hogy, tehát ahogy el is hangzott itt a bevezetőben, hogy mind idegen személyekre, mind a feladatra annyira 100%-osan koncentrál, hogy teljesen elkülönül számára ez a családi élet, otthon teljesen kikapcsol, gyerekek ülnek a hátán, simogatják, nincs fel semmi baj, de viszont szolgálatban meg, tehát ilyen helyre se tudom behozni szájkosár nélkül, mert ellenség neki mindenki rajtam kívül. A belga juhászkutya 2013. június 1-én került a rendőrség állományába, de vezetője 7 hetes kora óta nevelte, készítette fel célirányosan erre a feladatra. Nekem már nem ő az első kutyám, és ugye célirányosan képződött a rendőri pályára, és már kiskorában azokat a tulajdonságait, illetve viselkedés formáit, amiket én szerettem volna megerősíteni, azokat dicsérettel, meg mindenféle motivációval kihoztam belőle, és tehát direkt belett ilyen. Az idei évben rendhagyó módon egy posztumusz díjat is kiosztott a rendőrfőkapitány. Az elismerést a nemrégiben elhunyt boszorkány és gazdája kapta. A fekete német juhász 2013 májusában került a bicskei rendőrkapitányság állományába. Több alkalommal határszolgálati feladatokat látott el, de kutyás bemutatókon is nagy sikerrel szerepelt. 2018 márciusában áttétes daganatot diagnosztizáltak a tüdejében, júniusban pedig itt hagyta gazdáját. Boszorkány betegségét megelőzően megjelenésével, határozott fellépésével jelentős segítséget nyújtott az elkövetők elfogásában. Vezetője Márton Sándor körzeti megbízott könnyezve vette át a közös elismerést. 6 hetes kora óta volt velem, ugye tenyésztőtől vettem, felneveltem, és a rendőrségnek adományoztam. Neki végül is annyi volt a dolga, hogy elkérje a személyigazolványt attól, aki nem akarja odaadni önként. Egy ilyen agresszívebb, fekete kisreng kutya volt, tehát tekintélye az nagyon nagy volt. Otthon tartottam, mert pont ebből is, hogy a habitusa az olyan volt, hogy ilyen tipikus egy gazdás kutya volt, de reggel elmentünk szolgálatba. Tehát egy megbízható társ volt, tehát ő sokszor feliratódhat rendőrnek az erejével, meg tekintélyével egymaga. Ha egy rendőr kimegy kutyába szolgálatba,
egyben biztos lehet, bármi történik, a kutya erre mindig számíthat. És a kutya soha nem fogja cserbe hagyni. Úgyhogy ennek egyében én gratulálok a kollégáimnak, kívánom azt, hogy továbbiakban is ugyanilyen jól végezzék munkájukat, mint ahogy eddig. És hát ahogy Sándornak mondtam, neki meg azt kívánom, hogy minden előbb kerülje kiválasztásra neki egy másik szolgáltatót, aki ezt a kötődést ugyanúgy majd fel tudja építeni, és talán az idő múlása és az új kutya enyhíteni fogja azt a fájdalmat, amit most érzel. Varga Péter rendőrfőkapitány elmondta, nagy segítséget jelentenek a megyében szolgálatot teljesítő kutyák, ezért tartják fontosnak a díjazásukat. Gondolom, hogy a kutyászolgálat egy kiemelt fontosságú, nagyon sok olyan speciális feladat van, amit csak kutyával lehet végrehajtani. Ezért is került ez a díj megalapítása 2013-ban, és adjuk át minden évben, június 21-én, a híres nyomozó kutya Kántor halálának évfordulóján ezt a díjat a kutyának és a kutyavezetőnek egyaránt. Az idei év egy kicsit rendhagyó, két díj került kiadásra, az egyik sajnos posztumusz, mert Boszorkány nevű kutyánk, aki a Bicskei Márton Sándor főtőzászlós úr kollégának a gondozásában volt, sajnos betegség miatt idei év júniusában elhunyt, de úgy gondoltuk, hogy azt a munkát, amit ő végzett, azt a kiemelt tevékenységet jutalmaznunk kell, és hát azt gondolom, hogy lehetett látni kollégának az arcán, hogy mit jelent az a kötődés, mit jelent az a kapcsolat a szolgálati app-hez, ami ugye őket összeköti, és hát egy nagyon nagy tragédiaként éli meg egy kutyavezető akkor, hogyha a kutyának valami baj lesz, vagy éppen elpusztul. A másik kutyánk Renk pedig hát egy aktív kutya, a Gárdi rendőrkapitányság kötelékében van, gazdájával Izsányi Tibor főtőzászlós úrral együtt, és hát nagyon sok sikeres felderítés fűződik az ő nevéhez, egy rendkívül kiemelt képességű nyomkövető kutya, és nagyon sok szép ügyet derített fölül, és az ő segítségével tudtunk olyan bűnelkövetőket eljárás alá vonni, akit kutya nélkül nem biztos, hogy megtaláltunk volna. Fejérben összesen 19 kutya teljesít szolgálatot, vezetőik egytől egyig büszkék arra, hogy nem csak egy megbízható társra, de családtagra is találhattak bennük. Kedves nézőink, ez volt a Kék Lámpások júliusi adása, remélem, hogy a műsorban látott egyenruhásokkal maximum csak a magánéletben találkoznak. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!